Sziasztok, Máté vagyok, és ebben a videóban az előbb látott két masni elkészítését fogom megmutatni nektek. Először is szükségünk lesz vastagabb 3-4 cm széles szalagokra különböző színekben, a szalagok színéhez illő cérnákra és természetesen tűre, valamilyen mérőeszközre, hajba való csipeszekre, öngyújtóra vagy gyertyára és ollóra. Mindkét típusú masni elkészítéséhez 65 cm szalagra lesz szükségünk. Én ripszalagokat használok, mert ezeknek a szalagoknak nagyon szép tartásuk van. A szallag végeit megperzselem, mert így nem fognak bomlani. Először a háromszöges formájú masnit fogom elkészíteni. Ehhez harmonikaszerűen 5 rétegre hajtom a szallagot. A rétegeket ferdén elcsúsztatom egymás felett, úgy, ahogy a kis ábrán látjátok. Ezután következik a masni közepének a beráncolása. Ezen a fajta masnin, ha lehet, 3 nagyobb ráncot alakítsunk ki. Ha ez megvan, rögzítsük hajcsatokkal, hogy nem mozduljon el addig, ameddig össze nem varjuk. A varráshoz a szallagok színéhez illő cérnát használjunk. Én szándékosan felcseréltem a két masni cérnáját, hogy ti jobban lássátok majd a varrást. Mivel elég sok rétegen kell áthúznunk a tűt, próbáljátok meg ti is harapófogóval megfogni. Így biztosan nem sérti majd meg a kezeteket. Most pedig következik a rombusz alakú masni. Ehhez a típushoz is levágtam 65 cm szalagot, és fektetett 8-as alakban, szintén 5 rétegben összehajtottam. Egy kicsit itt is eltoltam a rétegeket, de nem annyira, mint a másiknál, mert akkor elvesztené a rombusz formáját. És éppen ezért, ezen a fajtán csak 2 nagy ráncot kell készítenünk középre. Majd ezt is rögzítjük hajcsatokkal, összevarjuk, és a szalag két végét levágjuk ferdén, hogy illeszkedjen a rombusz alakhoz. Ha sikerül a vastag szalag színével és anyagával megegyező 1,5 cm vékony szalagot is vásárolnatok, akkor egy különleges középső pántot is lehet készíteni. Ehhez 15 cm-re lesz szükségünk a szalagból, és látjátok, hogy egy nagyon egyszerű átbújtatással tudunk készíteni egy ilyen kis piramisszerűséget. Nem szabad nagyon megfeszíteni, mert akkor nem piramis, hanem csak egy sima görcs lesz. Viszont, ha nem sikerült vékony szallagot vennetek, akkor a vastag szallagból is tudunk középső pántot készíteni. Ehhez 7 cm-t kell levágnunk a szallagból, a két szélét behajtjuk, és egyszerű öltésekkel rögzítjük egymáshoz. Itt is a szallag színéhez illő cérnát használjatok. Valamint a pántok széleit is égessük meg egy kicsit úgy, ahogy a masinak a széleivel tettük. A pántokat a masnik közepére helyezzük, és hátul egyszerű öltésekkel rögzítjük. Arra viszont vigyázzatok, hogy a masnit és a pántot ne varjátok össze. Ez azért fontos, mert a pánt alatt tudjuk majd áttolni a csat egyik felét, és így tudjuk majd rögzíteni a hajban. Valamint a csat helyére akár biztos tűt is tehettek, és így a masnikat akár kitűzőként is hordhatjátok.
és el is készültek ezek a masnik. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, és írd meg hozzászólásban, milyen videót szeretnél legközelebb látni. Jövő héten pedig egy újabb videóban találkozunk. Sziasztok!